Ugye az ügyben elsősorban a cinkotörvény 30. szakasz 7. bekezdését és annak alkalmazhatóságát kellett értelmezni. Ebben a körben azért rámutatnék, hogy az adatigényléskor nem volt hatályban ez a törvényi rendelkezés, 2013. június 21-től hatályos. A felperes kérelmére egyáltalán nem nyilatkozott az alperes, és ezt követően fordul bíróságra. Felperes keresett a kérelmem június 14-én érkezett, és ezt követően tűzött június 10-én a bíróság tárgyalást. Az első tárgyaláson sem nyilatkozott érdemben az alperes, és ezt követően a törvényezési szünet alatt teljesített némi adat közlést, tájékoztatást, és ekkor már ugye a hatályban lévő törvényi rendelkezésre hivatkozással, mivel folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell ezt a rendelkezést. Ezeket előre bocsátva a bíróság az infotörvény 30. szakasz 5. bekezdését tartotta szem előtt. Egyrészt azt is, hogy a teljesítés megtagadása tekintetében nem indokolt alperes, tehát hallgatott, mint hatóság. Tehát a felperes nem is volt abban a helyzetben, hogy a keresetben jutásakor érvelhessen, hogy miért nem kapta meg az adatokat. Augusztusban hivatkozott erre az új törvényi rendelkezésre az alperes. Itt viszont a teljesítés megtagadás tekintetében a törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, akkor a megtagadás alapját szüken kell értelmezni. Ezt annak alkalmazza a bíróság ezt az értelmezést, mert megítélésem szerint nem automatikus, ahogy arra ma az alperesi képviselő hivatkozott, hogyha átfogó számlaszintű tételes ellenőrzésre irányul az adat megismerés, akkor automatikusan megtagadja. Ez mérlegelési körbe tartozó kérdés, hiszen el kell döntenie, ahogy itt a perbe is próbált egy példát mondani, felperesi képviselő, azt nem találta megfelelőnek a felperesi képviselő, és így mérlegelni kell egy adat